Szeretettel köszöntöm a Nexus TV nézőit. A mai Zumbum adásunkban Szabó Hédivel fogunk beszélgetni, aki a Szabad Magyar Teremtői Társadalom képviseletében szólal meg műsorunkban. Szeretettel köszöntelek, Hédi. És én is köszönöm a meghívást. Köszöntöm a nézőket. Igazából a mai műsort azt azért hoztuk így össze, mert nagyon sok nézői kérdés érkezett azzal kapcsolatban, amit a múltkor a Juhász Zoltánnal beszélgetésetek kapcsán, hogy ugyebár van itt egy rendelet, amit az Európai Parlament és a Tanács tavaly júniusban elfogadott, ami a COVID világjárvány idején állítólag az embereknek a szabad mozgás megkönnyítése érdekében hozták ezt a rendeletet, és most ezt a rendeletet júniusban további egy évvel hosszabbítani akarják, illetve módosítani akarnak benne. Erről, ha egy kicsit beszélnél, hogy pontosan mit jelent ez, mit akar most a WHO és az Európa Tanács? Akkor még egyszer köszöntöm a nézőket sok szeretettel, és örülök, hogy nagyon sok mindenkinek sikerült felkelteni az érdeklődését. Gyakorlatilag azokat az egyezményeket kívánják majd módosítani, ami az emberi jogokra vonatkozik. Tehát ki akarják venni a kormányok kezéből egyébként ezeknek a kötelező oltásoknak, vagy nem kötelező oltásoknak, még effektív nálunk sem kötelező, csak zsarolással. Viszont ugye mivel kötelezővé szeretnék tenni, és mivel hogy több kormány valószínűleg ezt nem meri megcsinálni, így a WHO kezébe szeretnék adni ennek a felelősségét. És akkor ugye ez történne meg valószínűleg ősztől, mert már tudjuk, hogy jön a következő vírus, csak most addig elment, amíg a választások voltak. És igazából itt elhangzott olyasmi, hogy itt április 8-áig, vagyis ugye most péntekig lehetne az embereknek megtenni lépéseket. Na most ez az, amiben segítséget kértek az emberek, hogy pontosan mit kellene nekik csinálniuk, hogyan, hol kérhetnek ehhez segítséget, hogyan járjanak el? Hát az Európa-EU oldalán, és magyar nyelven is fent van egy oldal, ahol igazából véleményt lehet nyilvánítani. Ennek a linkjét érdemes megosztani a kedves nézők között, oda érdemes felnézni, és ugye ott van egy olyan rubrika, hogy véleménynyilvánítás, erre rá lehet kattintani, illetve alatta van a rendeletre irányuló javaslat is, az, aki úgy gondolja, azt érdemes elolvasni. Ezt a linket majd feliratozni fogjuk a képernyő alján, ezt a nézőknek mondom, hogy tudják akkor, hogy pontosan hol lehet ezt elérni. Igen, igen. És akkor ott nyilván mindenki a saját nevében, tehát vagy beregisztrál, akinek nincs egyéb oldala, de a Facebookkal egyéb ilyen közösségi oldalon keresztül is be lehet regisztrálni erre az oldalra, és akkor ott le lehet írni a véleményünket erről az egészről, ami nem azt jelenti egyébként, hogy ők ezt figyelembe fogják venni, viszont úgy gondolom, hogy ők egy felmérést végeznek azzal kapcsolatban, hogy mennyire tájékozottak az emberek, és abban sem vagyok biztos, hogy ezt később nem tudjuk használni. Tehát nyilván ez egy olyan lehetőség most, ugye ez a véleménynyilvánítás, ami nem a mi dolgunk lenne, ez a kormányoknak lenne a feladata. Hát nálunk ugye érdekes, mert nem is biztos, hogy van most kormányunk, hát érdemes mindenkinek a saját nevében nyilatkozni. Ez picit félreérthető lehet, hiszen most is voltak az emberek választani, ennek van egy jogi háttere, ebben most nem mennék bele. Viszont ha a kormányok nem reagálnak erre, tehát nem mondják azt, hogy ők nem fogadják el, akkor ők úgy veszik, a WHO és az Európa Tanács, hogy beleegyezik ez az állam,
és beleegyeznek az emberek ebbe a megszorításba. Tehát magyarán itt ezt nem szükséges az egyes államoknak aláírni? Nem, bizony. Ha nem tiltakoznak, akkor ez automatikusan Így van. érvényes lesz majd. Hát, ezért lényeges, hogy minél többen mi tiltakozzunk emberek, és akkor esetleg a későbbiek folyamán, hogyha megfelelő létszám is van, akkor oda tudjuk tolni az orruk alá, hogy hát bocsánat, de ha ez az állam, ez a kormány, ez ezt elmulasztotta, itt viszont Magyarország területén élő emberek pedig nem kívánnak az emberi jogaikról lemondani, illetve a szuverenitásukról, testük feletti rendelkezésről, a szabadságukról és egyéb nyalánkságokról. Én csak így laikusként kérdezem, hogyha ugye mondjuk a mi kormányunk sem fog ez ellen tiltakozni, és itt mondjuk, mit tudom én, lesz 1-200 000 ember, aki ezt megteszi, vagy esetleg annyi sem, nem tudom, hogy ő tiltakozik, akkor ezt adott esetben egy elfogadás után mit, tehát ezt hol lehet érvényesítetni nekünk, embereknek, egyéneknek? Mert hát ugye így akkor gondolom, nem is egy, mint egy közösség, hanem mindenki, mint mindenféleképpen. Egyén ember. Hol fogják ezt figyelembe venni? Hágában mindenféleképpen figyelembe kell, hogy vegyék, mert hogy az ember saját maga rendelkezik, és mi mielőtt meghozták volna ezt az egész játszóteret a saját részükre, mi ezt jeleztük, hogy mi ebben a játékban nem kívánunk részt venni. Tehát ez éppen olyan, mintha mondjuk ráderöltetnének egy szerződést. Ugyan nem írtad alá, de mégis úgy viselkednek, hogy hát bocsánat, de nem baj, ha nincs ott a neved, de attól még ez rád vonatkozik. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberi, tehát a Hágából tudunk elmenni az emberi jogainkra hivatkozva, hiszen hát nem mondunk le a jogainkról, és nem is kívánjuk megtenni, és nem is engedjük, hogy módosítsák. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez is jogilag mennyire állja meg a helyét, hogyha egy kormány nem tiltakozik, akkor az azt jelenti, hogy egyetért. Szóval hát, nem itt, vagyok ugye, jogász, és nem is... Igen, ezzel az érvénytelen alaptörvénnyel igazából, ugye úgy kezdted valamelyik mondatot, hogy a kormányunk, hát ki kell mondani, hogy mi nem optáltunk ebben a másik államban, tehát nekünk nincs kormányunk. Az emberek megtévesztése az itthon is zajlik, tehát jogilag alá tudjuk támasztani, hogy ugye egy pucs volt, hogy mi történt, egyebek, persze nyilván tudjuk azt, hogy régebben a történelemben is történt ilyen már nem egyszer, nem kétszer, tehát úgy kell megoldani az életünket, ahogy éppen adódik, vagy hozza a helyzet. Úgyhogy nem válogathatunk a módszerekben, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy mind az emberek jogai, mind egy társadalom jogai, és ugye ezt próbálja képviselni a Szabad Magyar Teremtői Társadalom képviselete. Hát eddig úgy volt, hogy igazából csak azokat, akik a tagjaink, de úgy gondolom, hogy akik később kapcsolódnak hozzánk, vagy később szeretnék a jogaikat érvényesíteni, azokat ugyanúgy képviseljék, hogy az egész magyar társadalmat, aki a szabad akaratával szeretne élni. Na most menjünk vissza erre a felületre. Engem érdekelne az, mert én megvallom őszintén, ezt még nem láttam, hogy itt mindenféle személyes adatokat is meg kell adni az embernek magáról? Hát gyakorlatilag megkérdezi, hogy milyen nyelven fogod megfogalmazni a véleményedet, ugye ez az oldal alapvetően is tett magyar, akkor van ott egy nagyobb 4000 karaktert tudsz használni, leírhatod a véleményedet, és akkor ki kell választanod, hogy milyen minőségedben nyilvánítasz véleményt. Tehát itt civil szervezetként, egyetem, fogyasztói hatóság, egyéb, bárki,
vagy uniós polgár. Tehát mi ugye az uniós polgárt jelöltük be, mert az emberi státusz az ugye kimaradt, tehát nem tudunk másképp tovább lépni, tehát egyelőre az uniós polgár, és hát nyilván a véleményünk után mi oda tettük, hogy emberi minőségünkben is úgy is írtuk alá. Tehát az nem a mi problémánk, hogy ez kimaradt. A nevedet kell odaírni, az utóneved, vezetékneved, e-mail címet, és a származási országot, illetve az adatvédelmi beállításoknál van olyan, hogy ugye el kell fogadni a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket, illetve ki lehet választani, hogy az általunk beküldött vélemény az anonim formában legyen közzétéve, vagy a személyes adataimmal. Hát ez az össz. Ezt azért kérdeztem, csak mert azért az emberek, valljuk be őszintén, főleg ebben a témában azért valószínűleg félnek, mert ugye azt mutatja itt a példa, hogy aki ennek próbál ellenállni, meg más véleményt kinyilvánítani, azt azért bizonyára, vagy bizonyos szankciókkal is tudják sújtani, vagy hát ki tudja, hogy élnek ezzel vissza. Tehát már az embereknek annyira abban, hogy jog, hogy emberi jogai vannak, ez szerintem már olyan szinten az emberekben teljesen, nem is tudom, tehát félelem van, mert azt látjuk, hogy bárhova fordulunk, vagy bárhová fordulnak, egyszerűen süket fülekre talál. És ez nem csak Magyarországon, ez a világon most számtalan más országban is így van. Most gondolok arra, hogy itt ugye vannak adatok oltáskárosultakról, mellékhatásról, stb. Mégis az emberek többségéhez ez nem jut el. Aki pedig próbál ez ellen szólni, lesöprik, félresöprik, nem foglalkoznak, nem válaszolnak, akár a hivatalok sem. Tehát igen, itt az emberek nem véletlenül félnek, meg tesznek föl ilyen kérdést, hogy akkor itt most bármi visszaélés lehet ezzel, ha ő ezt megteszi. Hát eleve ugye az unió rendelkezik az adataink fölött, tehát ugye uniós polgárok leszünk, tehát nem magyar, hanem uniós. Ez már arra utal, hogy igaz, hogy az Európai Unió tagja Magyarország, hogy melyik állam az még nincs eldöntve, viszont mindig azt mondják, hogy a gyáva népnek nincs hazája. Tehát akinek ott a tudása, annak nincs mitől félnie, mert ezek az emberi jogok a joghierarchiában a legmagasabb helyen állnak. Azok a nemzetállamok, amelyek ezt aláírták, hogy elfogadják, nyilván van olyan is, aki úgy írta alá, hogy megérti, ő saját maga nem kívánja alkalmazni. Ez a Magyarország nevű kormány gyakorlatilag a polgári jogba, a BTK-ba, tehát mindenben benne van, hogy ő elfogadja és deklarálja. Tehát ő neki mindenféle szempontból úgy kell a jogot megalkotnia, a jogszabályokat, hogy az emberi jog van felette, tehát nem lehet megfordítani. És hát ugye itt kezdődnek a problémák, hogy ők úgy alkottak egy alaptörvényt, amiből már hiányoznak az alapvető emberi jogok, mint a lakhatás, akár a nyugdíj, vagy egy egészséges életmód, egy normális orvosi ellátás, és hát ugye látjuk, hogy mint oláórás úgy gyógyítanak az orvosok, így távba. Gyakorlatilag felrúgták ezt az egyezményt, csak mivel az magyar emberek, de talán a világon nagyon sokan nem ismerik ezeket a jogokat, ezeket az egyezményeket, kartát, ezért nem is mernek hivatkozni rá. Ugye ezt mi használjuk már különböző hivataloknál, és egy olyan hivatalokban valószínűleg meg vannak lőve az ottani, akár még a jogász is, mert ő elé oda van téve egy jogszabály gyűjtemény, amiből ő dolgozik, és ő neki nincs a listában az EU-s jog.
Tehát ugye látjuk például a devizások esetében, hogy nem tartják be az EU-s irányelveket. És ez másra, ha másra nem is lesz jó, hogy egy azonos értékrendet, egy azonos akaratot fog tudni az embereknek, egy irányt tud adni, amivel össze tudunk kapcsolódni, mert ez nem eszmékről szól, ez nem államformákról, ez nem különböző gondolatiságról, hanem egy olyan jogrendről, ami mindenkinek egyformán jár. Tehát ez nincs kivétel a világon. Tehát minden, tehát az emberi jognak a preambuluma arról szól, mivel az emberi család minden tagja eredendő méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése a szabadság, az igazságosság és a béke alapja a világban, és mivel az emberi jogok figyelmen kívül hagyása és megvetése barbár cselekedeteket eredményezett, amelyek megbotránkoztatták az emberiség lelkiismeretét, és a legmagasabb törekvéseknek nyilvánították egy olyan világ létrejöttét, amelyben az emberek szólás és hitszabadságot, valamint félelemtől és hiánytól való mentességet élveznek a köznéptől. És most nem fogom felolvasni az összeset. Nagyon sok ilyen bekezdése van a preambulumnak, és nem olyan nagyon vészesen hosszú. Tehát a különböző cikkei. Tehát én javaslom, hogy tanulja meg mindenki, vagy értelmezze, érezze, mert igazából nem kell kívülről tudni a jogot. De legyen ott nála. Ezek az egyezmények, ezek arra születtek, hogy a világban béke legyen. Erre mit csinálunk, ugye? Fegyverrel akarjuk megvédeni a békét. Egyenlőséget kívánnak az emberek között a világ bármely táján, területén, bőrszíntől, nemtől, kortól, bármitől függetlenül. Erre mit csinálunk? Az egyik állam a másikat maga alá rendeli. Az emberek egymást alá, maguk alá rendelik. Tehát nem tanítjuk meg, nem tanítják meg nekünk, hogy hogyan kellene élnünk emberként, nem állampolgárként, nem az államon belüli jogrendben, mert az emberi jog kívül van, pontosan ezek a nemzetközi egyezmények garantálják. Megkérdezhetem, hogy te, mint Szabó Hédi, te beküldted ezt a nyilatkozatot ezen az oldalon, saját magad nevében? Igen, én küldtem be egy sajátot, és az SMTT képviselete is beküldte a társadalom, vagyis hát a tagjaink, illetve azok részére, azok, akik megbíztak vele minket, tehát mi képviselünk egy kisebb réteget, és én nem féltem, bár most nem tudom azt megmutatni, amit én beküldtem, ugyan lefotóztam, hogy legyen nyoma, és az oldalon fent is van, ha a nevemre rákeresnek, mert én ráadásul nem is anonim tettem meg ezt a nyilatkozatot, hanem én vállalom az arcom. Mert az ember gyakorlatilag a döntéseiért felelősséggel tartozik. Tehát meg kell tanulnunk, hogy nem kell bujkálnunk. Hát nem vagyunk egyformák, nem gondolkodunk egyformán, és attól, hogy egy másik ember másként gondolkodik, az azért függ a tudás szintjétől, egy csomó minden körülménytől, ami van az életében, és hát mindig tudunk tanulni egymástól. És nem kell elbújni a véleményünkkel. Igenis, büszkén kell vállalni, hogy én ezt lemertem írni. És viszont a képviseletünk, igen. Nem, mondjad csak. Bocsánat, közben itt csilingel a telefonom, remélem nem hallatszik, de... Szóval a képviseletünk, még egyszer kezdem, a képviseletünk viszont megírta a levelet a WHO-nak, illetve az Európa Tanácsnak, és hát nem tudom, hogy érdemes-e arra, hogy felolvassam itt a nézőknek, hogy esetleg adhat-e egy irányt, vagy egy kis bátorságot, hogy ők
hogyan tudnának esetleg mondjuk magánemberként nyilván sokkal rövidebb nyilatkozatot tenni. Szerintem mindenképpen. Nem tudom, hogy milyen lélegzetű, ha ezt így felolvasod, de vagy ha esetleg ki tudsz belőle ragadni, mert szerintem mindenképpen adhatnánk támpontokat az Jó, embereknek. akkor elkezdem, és akkor maximum kivágunk belőle, hogyha hosszú. Az SMTT, tehát a Szabad Magyar Teremtői Társadalom képviselete a magyar emberek nevében is elutasít minden olyan kezdeményezést, amely az ember szuverenitását kívánja korlátozni, illetve az ember jogainak megsértését kívánja bebetonozni. Az erre törekvő nemzetközi egyezmény államok általi elfogadását, ha Magyarország kormánya részéről is esetlegesen aláírásra kerülne, érvénytelennek és semmisnek tekintjük. Minden olyan globális egyezményt, megállapodást elutasítunk, nem kívánunk betartani, amely az ember jogait alapjaiban sérti, továbbá figyelmen kívül hagyja a különböző politikai elkötelezettségek, köz- és magánszektorbeli támogatások, megszabott eljárások, feladatok miatt. Nem járulunk hozzá az adataink nemzetközi kezeléséhez, nyilvántartásához, felhasználásához, sem egészségügyi, sem egyéb üzleti szempontok miatt. Egyáltalán nem elfogadható, hogy az embert szabad akarata ellenére magánszervezetek, mint például a WHO, egyezményekkel, kártyákkal, QR-kódos rendszerrel, vagy akár később csippekkel, kényszerítő intézkedésekkel, megfigyelésekkel korlátozzák, vagy teljesen elvegyék a szabad élethez való jogát, melyet alapvetően sem különböző magánszervezetek biztosítanak. Ez az ember vele született joga. Ahogy azt önök is tudják, az univerzum törvényei szerint, amit ember módosítani nem tud, sem állam, szervezet, vagy egy másik ember, sem kártya, sem igazolvány nem állhat az ember önrendelkezése fölött, nem korlátozhatja azt. A szabad mozgáshoz, mint az utazás, közlekedés, sport, szabadidő, vagy munkavégzéshez, művelődéshez, szórakozáshoz való jog szintén alapvető emberi jognak minősül. Az ember a természet része. Kezdetek óta élünk együtt különböző vírusokkal, melyet a teremtő teremtett. Amit az ember, kutatók hoztak létre, azért pedig nekik kell vállalniuk a felelősséget a legmagasabb természeti törvények szerint. A WHO vállalt feladata nem az emberi jogok korlátozása, legfőként nem üzleti jelleggel, hanem a világon minden ember részére egyenlő módon biztosítatni területtől, bőrszintől, kortól, nemtől, stb. Függetlenül az emberi jogokat, aláíró államokat a minőségi, egészségügyi ellátás biztosítására, akár kényszerítéssel is. Ez nem történt meg. Folytassam? Szerintem igen. Nem tudom, mennyi van még. Hát, úgy még egyszer ennyi kérdésekkel együtt. Jó. Jó, akkor folytatom. Jó, a kérdésekre is kíváncsiak vagyunk. Jó. Mi, magyar emberek, megfelelő tudás birtokában vagyunk egészségünk megőrzését illetően. Nem szorulunk külső segítségre. A saját módszereinkkel akarunk meggyógyulni, feltéve, ha megbetegszünk. Nem akarjuk azt a felelősség, vagy ezt a felelősséget az önök vállára tenni, hiszen minden önök által kezdeményezett eljárás az önök felelősségét vonja maga után. Mi, szabad, szuverén emberként az élet minden területén meg tudjuk hozni saját döntéseinket, és vállaljuk is érte a felelősséget. Az emberek a világon, így a Magyarország területére születettek sem mondtak le önrendelkezési jogokról, és élnek is vele. Azokat a magánszervezeteket, melyek ezeket az egyezményeket nem tartják be, az ember szuverenitását megkérdőjelezik, nem kívánjuk a továbbiakban elismerni, a területünkön nincs létjogosultsága a működésüknek. Egy legyengült, beteg szervezetet nem lehet még gyengített vírussal sem terhelni.
Az embereket nem lehet kötelezni semmilyen oltásra, vakcinázásra, különösen nem olyan ismeretlen, titkosított összetételű anyagok emberbe juttatására, melyek mellékhatásáért senki nem kíván felelősséget vállalni. A kényszerítéssel elért emberkísérlet tilos. Ezért a kérdéseink. A WHO tagjai nyilván szakemberek az egészségügy területén. A továbbiakban az alábbiakról nyilatkozzanak, mely egyébként a feladatkörük része. Mely független laborból származik a vírus izolálásáról szóló hivatalos dokumentum? Ugye ezt nem akarom boncolgatni, mert ha van is ilyen nekik, az nem független laborból származik. Miért ellentmondásosak a tájékoztatásaik és az információk? Mely hatástanulmányok bizonyítják, hogy a különböző etnikumok azonosan reagálnak különböző betegségekre, vírusokra, melynek alapján lehet mindenkit egységesen gyógykezelni? Milyen független statisztika létezik az oltottak és az oltatlanok halálozási arányáról és az oltások mellékhatásairól? Miért változtatták meg a járvány definícióját? Miért hozták létre az egészségügyi vészhelyzetet, mint új fogalmat? Miért változtatták meg azt az orvosi protokollt, szerint járvány ideje alatt nem oltunk, tehát ugye most már lehet? A PCR-tesztre alapozták az elmúlt járvány súlyosságát? Ezt milyen független tanulmány igazolja? Mire kívánják alapozni a beígért következő járványokat? Honnan tudják, hogy lesz következő járvány? Kik a felelősök az oltáskárosultakért? Név szerint országok, szervezetek vezetőinek nevei. Kik választották meg a WHO tagjait? Milyen szakmai kritériumok alapján? Ezek az emberek milyen erkölcsi, etikai múlttal rendelkeznek? Kik alapították és milyen szándékkal a szervezetet? Miért kereskedelmi, üzleti, politikai alapokon nyugszik a WHO, mint kifejezetten az egészség megőrzésére és biztosítására alapult szervezet? Milyen független kutatóintézetek adják a tudományos alapot a protokollok és a normák kialakítására? Van-e felelősségre vonási lehetősége a különböző tagállamoknak, társadalmaknak és az embereknek a WHO tisztségviselőjével szemben? Kiknek és hol lehet érvényesíteni? Van-e mentelmi joga és titoktartási kötelezettsége a szervezet tagjainak? Ismerik-e az egyetemes törvényeket? A WHO tisztségviselői közül kik azok név szerint, akik vállalják a tevékenységük következményeiért a teljes felelősséget? Tisztelettel felhívjuk a WHO tagjainak figyelmét egy valódi változás szükségességére az esetleges tényleges járványok megfékezése érdekében. És akkor tettünk egy jognyilatkozat a végére, tehát hogy ember minőségünkben mindent elutasítunk, ami az ember szuverenitását és az emberi jogokat sérti. Jogainkat a teremtőtől egyenlő mértékben kaptuk, amit sem egy másik ember, sem semmilyen szervezet, jogi fikciók nem korlátozhatnak vagy vehetnek el. Aki az emberi jogokat nem ismeri el, nem tartja be, a saját maga mond le a saját emberi jogairól. Igen, egy kicsit hát hosszabb. De én szerintem mindenképpen tanulságos volt, illetve kicsit segítséget is nyújt az embereknek, hogy esetleg ők is a saját véleményüket hogyan fogalmazzák meg, vagy milyen kérdéseket tehetnek föl. Szerintem nem mondasz, ha több helyről is jönnek ugyanolyan kérdések. Mit gondolsz, tehát most így összességében, mit veszíthetünk, hogyha nem lépünk, hogyha ezt nem tesszük meg, mondjuk mi, mint emberek, hogy ezen az oldalon megtegyük a saját kis bejelentésünket? Hát én azt gondolom, hogy veszíteni valónk azzal lenne, ha nem tennénk meg. Tehát azzal, hogy most mi megnyilvánulunk, és a saját véleményünket elmondjuk,
sőt, egy kicsit tudatosabban tesszük oda az Európa Tanácsnak, akkor lehet, hogy egy picit legalább valamilyen féket behúznak, hogy itt azért ez a társadalom, ez picit többet tud, mint akárhol máshol, mert én beszélgettem már Norvégiában, itt-ott vannak kapcsolataim, ismerőseim, és mindegy egyébként, hogy melyik államról van szó, egyik sem kívánja tanítani az ottani embereket, sőt a nyugati országokban kicsit problémásabb is lesz az ébredés, mert hát ők el vannak altatva, sokkal jobb világból fognak most pofárásni. Egyébként ebben a rendeletben mi lesz az, ami durvább lesz a mostanihoz képest? Tudnál erről mondani? Hát ez a rendelet igazából az ember a teste fölötti önrendelkezési jogot kívánja elvenni. Az azt jelenti, hogy nem lesz választása az embernek, hogyha a WHO úgy dönt, hogy hű de nagy a járvány, és hű ha azonnal oltakozni kell, ugyan nem vállalnak felelősséget érte, de kötelezővé tehetik egész Európában, vagy azokban az országokban biztos, akik aláírták ezeket az egyezményeket, és kapcsolódnak a WHO-hoz, akkor egyszerűen, hogyha mondjuk a Magyarország nevű kormány nem kíván szankciókat, mert hát mondjuk fél, de tud mutogatni a WHO-ra, hogy hát ez kötelező, ez az egész világon kötelező lesz, és akkor ha a magyar katona vagy a magyar rendőr bizony nem fogod állni melléjük, akkor jön az idegen katonaság, és viszik az embereket egy olyan oltóanyaggal oltogatni, amit ugye nem ismerjük, vagyis hát nagyjából ismerjük az összetételét, csak le van titkosítva. Hát ennek az a legnagyobbik problémája, hogy egyszerűen nem rendelkezhetek a saját testem felett, és ennek a másik, most igazából nem tudom, hogy hol találom meg, de valahol néhány hónapja olvastam, Amerikában az egyik oltóanyaggyártó cég lett, most nem tudom, hogy a Moderna vagy a Pfizer, de ugye bíróságra ment, hogy ebben a vakcinában olyan anyagok vannak, ami az ő tulajdona. Tehát ugye, ha össze lehet vetni, és ugye ezt a bíróság elfogadta, hogyha ezt kötelezővé teszik, persze, hogy nem rendelkezhetem a testem felett, hiszen egy olyan cégnek az anyaga lesz a testemben, ami felett ő fog rendelkezni. Igen, hát ott már a bírósági dolog. Uh-huh. Igen. Jó, hát akkor biztassunk mindenkit arra, hogy tegye meg ezt a lépést, menjen föl, segíteni fogunk, tehát a linket meg fogjuk adni, hogy hova kell fölmenni, és hol lehet megtenni ezt a, úgymond, hát minek nevezzük, nyilatkozatnak? Ez, igen, igen, egyelőre csak nyilatkozat, tehát nyilatkozatot. De valószínűleg később, aztán majd másképp kell, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége ennek a játszmának. Én azt gondolom, veszíteni valónk nincsen, mert az adatainkhoz már így is úgy is hozzá tudnak férni, tehát nem gondolom, hogy ez probléma lenne, és nem is gondolom, hogy egy ilyen nyilatkozat miatt lenne bárkinek is bántódása. Ha itt eljönnek a kemény idők, ha ezt nem akadályozzuk meg, akkor teljesen mindegy, akkor lesznek igazából erős szankciók bevezetve mindenhol. Tehát ezzel nincs mit veszíteni, magyarán. Ez így van, félni sem kell, mert az adataink egyébként is az unió kezelésében vannak, melyet, hát nem is tudom, néhány éve valamelyik magyar közönyben olvastam, hogy egyébként Izrael kezeli. Tehát az adataink az ő számukra nyilvánosak, és hát ugye azért tudjuk, hogy ezek az arcfelismerő kamerák, meg a telefonok, meg a minden, most már csak úgy lehet megvásárolni, hogy beazonosítjuk magunkat, tehát egy IP cím, egy bármi alapján tudják, hogy ki mit csinál, és mi zajlik a gépén. Tehát nincs mitől félni. Ezeket kell megtiltani.
Egyébként ez az április 8, ez olyan, hogy akkor lezár ez a felület, és onnantól nem lehet Igen. tovább. Tehát ezért fontos Igen. ez az április 8-ig, hogy ezt tegyük meg minél többen. Jó, hát Igen, 7 ezt év. fent van a rögzítő. Jó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, és hogy mindenről beszélhettünk, illetve hogy ezt felolvastad, mert szerintem ez tényleg segítséget nyújt az embereknek, hogy ők is megtegyék a saját, kiki a saját nyilatkozatát. Úgyhogy a nézőknek köszönjük a figyelmet, biztatjuk önöket, hogy tegyék meg, április 8-ig lehet megtenni, tehát most kell cselekedni, 6-a van, sok időnk már nincs hátra. Köszönöm Köszönöm szépen, szépen a Dédi, meghívást. a Isten nézőknek a áldjon mindenkit. figyelmet, köszönjük szépen a figyelmet a nézőknek, kövessenek minket továbbra is. Viszontlátásra! Thank you.